tegnap említettem, hogy ki fogok ma próbálni egy új kis kütyüt, és ez nem más, itt van a kezemben lent, még nem mutatom meg, de mindjárt meg fogom mutatni. Ez nem más, mint a DJI-nak az Osmo kis kütyüje. Ez egy videókamera. Nem használtam még ilyet, úgyhogy ez a legelső próbálkozásom. Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Készen álltok? Ez a Canon kamerának a képe. És ez pedig a DJI Osmo-nak a képe és a hangminősége. Van egy kis mikrofonom, nagyon cukin néz ki. Mindjárt megmutatom. Ja, itt van közben a kezemben a másik kamera is. Úgyhogy ez így néz ki. Ilyen cuki kis döglött mocska van a mikrofonon. A szél véget, hogy megtörje a szélfújást. Úgyhogy érdekes felvételeket lehet vele készíteni. Nem biztos, hogy a legmegfelelőbb vlogoláshoz, de majd ki fog derülni ez is. Hamarosan. Úton vagyok ide a Makói mozaikba. Van pár kép, amit ki kell majd nyomtassak. Még egy dolog, ami negatívumként számolható el az Osmo javára, az az, hogy állandóan ugye ennek nincs kijelzője, hanem a telefont kell használni ahhoz, hogy lásd a... Tehát a telefon a kijelző. A telefon meg az Osmo, az Wi-Fi-n keresztül kapcsolódik ugye egymáshoz, és állandóan rá kell kapcsolódni az Osmo-nak a Wi-Fi-jére, és csak úgy tudsz összekapcsolódni. Tehát az egész procedúra a Canon-nál annyit csinálok, hogy megnyomok egy gombot, és akkor már rögtön elkezdődik a felvétel. Ennél még össze kell párosítani, utána be kell kapcsolni, ki kell izélni. Tehát igazából egy-két percet simán elbaszok azzal, hogy ezt így össze kapcsolgatom, meg párosítgatom. A másik kameránál ez sokkal, de sokkal könnyebb. Tibi, rogd már föl a napszövegedet, k***o. Rogd már föl a napszövegedet. Nagyon jó színe van. Fullon látom magam. Akkor azért tetszik, hogy te vagy meg magadat. Menj a pólódhoz. Sokaknak jól állnak azok. Jó. Nézzük úgy ki, mint a... Hogy hívják? Tom Cruise a Top Gun-ba? Sokkal jobb van. Robert barátommal fogunk elmenni egy helyre, megnézni igazából. Ez egy horgásztó, ha jól tudom, de még soha életünkben nem voltunk ott, ezért megyünk oda, most megnézzük. Viszont elkövettem egy nagy hibát, hogy kivettem az SD kártyát és lemásoltam a videókat, amit készítettem eddig, mai nap folyamán, az Osmo-ból, és elfelejtettem visszarakni bele. Úgyhogy sajnos nem tudom most magammal vinni, de nem baj, majd folytatom a tesztet kicsit később. Tulaj külön kérése volt, hogy nem mondhatom meg, hogy hol vagyok. Itt a hátam mögött láthatok egy halastavat, és az egész ilyen nagy terület, zöldes terület, ilyen kiülőst, családoknak, gyerekeknek nagyon tökéletes egy egész napi programot itt el lehet tölteni. Van kis csónak, rá lehet rakni a tóra, lehet horgászni, sürögetni, bent van egy ilyen kis pavilon, van egy kibe***t nagy kemence, be lehet izzítani, bográcsálvány, padok, minden első osztályú. Egy napot tökéletesen el lehet tölteni. Tuti jó kis hely, biztosan fogunk még itt találkozni. Most viszont mennünk kell.
Igen, itt vagyunk a... Ez a belső rész, ez így néz ki. Itt van ez a szép kemence. Sok minden belefér. Még egy egész malac is. Szóval igen, most pár napig nálam lesz ez a kis kütyű. Tesztelni fogom, hogy hogy lehet vele vlogolni. Nem akarok rögtön belekezdeni abba, hogy mennyire jó vagy mennyire nem jó, mivel most 2 perc használat után nem akarok semmit mondani róla. Használom egy pár napig, és utána lehet, hogy csinálok egy ilyen összefoglaló véleményezést erről a kis kütyűről. Részleteiben nem szeretnék annyira belemenni, mivel rengeteg olyan videó van a YouTube-on, akik már véleményezték ezt az Osmót. Ja, igazából ennyi, hogy ezt fogom most pár napig tesztelni, és majd meglátjuk, hogy milyen videók, vagy milyen eredménnyel fog ez a dolog zárulni. Tehát arra keresem a választ, hogy mennyire lehet ebből a kis kütyűvel vlogolni. Tehát mennyire jó vlogoláshoz. Ennyi volt a mai vlog. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Találkozunk holnap is. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Ez meg itt távol tartja a vámpírokat.